Az igazságtalanság, ami ért, téged is igazságtalanná tett. De te nem tudod nem szeretni ezt a nőt, még hogyha el is árult. Nem. Találtál valamit? Tönkre akarod tenni azt, aki tönkretett. De félő, hogy amikor ezt eléred, téged sokkal jobban megvisel majd ez a fájdalmas siker. Az bánt, hogy Jason elment? Az, hogy baja esetett. Hogy csinált magával valamit? Bent van. Tegnap megtaláltam a bátyám sírjánál. Nem engednek be anyuhoz. Hozta haza az este. Gyógyszert vett be. Meghánytattuk, most ért magához. Anya, ha jól vagy, menjünk haza. Megpróbálok beszélni vele, jó? Mit akarsz még? John, megtennéd, hogy kimész egy kicsit? Nem megyek ki. Tegnap nem mondtunk el mindent egymásnak. Legyen akkor teljes a kép. Mit akarsz még? Azt is fel akarod nekem róni? Abból is fegyvert kovácsolsz? Jól van. Csináld. Mit bánom én már? Küld ki Johnt. John nem megy ki. John. Ez az ember itt. Aishan. Ez az ember. Mindent elvett tőlünk, kisfiam. Úgyhogy nézd meg jól. Soha ne tedd azt, amit ő mond. Ez az ember velejéig romlott. Fiam, megértetted? Megértetted, ugye? De anya, ezzel az én barátom. Ez az ember... Mindnyájunkat becsapott, John. Megszerettette magát velünk, hogy azután átverhessen minket. Sosem volt a barátod. Igazam van? Igaz?
Mit akarsz még? Ha? Nincs semmim. Mindenemet elvetted. Csak az életem maradt és a kisfiam. Ne lássalak a fiam közelében! Megértetted? Meg ne lássalak! Gyere, segíts anyunak! Végül eljött, remélem még nem késtünk el. Először is csináljunk egy tomográfiát a kisasszonynak. Még ma délutánra írja be, és sürgős betegeken kívül más ne jegyezzen elő. Bocsánat. Igen, tessék? Bár, hol vagy most? Dolgomban, miért? Akkor nem beszéltél Ezellel? Nem, és nem is akarok. Le kell tennem. Nem, még ne tedd le. El kell jönnöd értünk, Bár. Hová és egyáltalán minek menjek Eysán? Azért, mert szükségem van rád. Történt néhány dolog, és most tényleg segítened kéne nekem, Bár. Ő a te fiad. Tőled van. A tiéd. És hogyha az enyém? Az semmit sem jelent. Hogy mondhatod? Mióta ismerem én ezt a gyereket, anyám? Én neveltem. Én vigyáztam rá. Nincs semmi közöm hozzá. Nagyon kérlek, ne mondj ilyet. Nem véletlenül gondolom, így elhiheted. Kérdezd meg Chant. Menj oda és hallgass meg, miket mond. Menj oda, meg fogod látni. Fiam, az a fontos, hogy te mit látsz. Hogy amikor ránézel, mit érzel? Semmit. Nem érzek semmit. De én egyébként sem érzek már semmit. Jó reggel, cimbora! Megvan, hova mehetek? Mondd a címet. Picit feszélyez, hogy egy ilyen helyen vagyunk. Bármikor kiszúrhatnak a sarok. Ha el akarsz rejtőzni, mindig a tömegben tegyed. A tömegben ugyanis mindenki egyforma. Ráadásul egy másik előnye is van. Mégpedig? Ha vadászol valakire, ott könnyebb elejteni a prédát. Márha megtalálod. Én mindig megtalálom. Azokat, akikre vadászom. Ő az? Ő. Nem tudom, hogy ki ez, Ramiz. De így a kép alapján szerintem még nem volt vele dolgunk. Mert gondolom, ez lenne a következő kérdés. Ki kell iktatnom ezt az embert, Arif? Ramiz. Azóta én már igazgató vagyok a testületnél. Nem kockáztathatom, hogy kirúgjanak. Nekem? Meg kell találnom azt az embert, Arif. Ramiz, sajnálom, nem segíthetek. Tudod, hogy tisztellek, de a dolgok már nem úgy mennek, mint régen. Sok minden megváltozott. A körülmények változhatnak, Arif, de az elkötelezettség nem ismeri az idő múlását. Ramiz! A te időd járt le, öreg barátom. Ha nekem most segítség kellene, azt már nem tőled kérném.
Új szelek fújnak. Új hajósokkal. Az ilyenekre gondolsz? Akkor viszont, ha tőlük kérsz segítséget. Te magad is olyan vagy, mint ezek. Menj, semmi baj. Ne haragudj, hogy ide rángattalak, és köszönöm, menj. Nem jöhetsz be. Mondd, amit akarsz, átadjuk. Ezt add át. Hagyd, hagyjátok! Nem számít, van belőle elég. Engedjétek! Igen. Mi áradban? Segíteni szeretnék nektek. Miért? Hogy leszámoljunk azzal a gyilkossal. Ömer nevében. Az a bérgyilkos, aminap kis hián megölt téged. Mi van, ha ezúttal nem úszod meg? Nem érdekel. Nyíljon akkor ki. De ha nem tud, akkor ő fog elszállni. Díjazom az elszántságod, az Ali barátom. Csak igazold is. Ez az ember közülük van. Bátyám, ez nem vicces. Képes vagy rá? Szikoza mankosan. Elkéz ingözőnünk. Güpegündös. Eszednél légy, fiam. Ugye tudod, hogy ki vagyok én? Jelenleg úgy fest, hogy a vizsgadarabom, barátom. Bátyám, ne engedd ezt. Annak feltételei vannak. Mondom, hogy nem ismerem a fickót. Nincs róla rendőrségi anyag. És az áldozatai, Rósi? Azok meghalottak. Mit érsz vele? Nagyon köszönöm. Leköteleztél. Ég ágyon, menj. Mehetsz, menj. Tűnés! Így működik nálad a közös meló, öreg. Minek szóltál akkor, hogy lőjek? Édes öcsém, ki mondta neked, hogy velem dolgozol? Ha? Vezessétek ki! És ezek után elzavart, kidobott a lakásából. Mindent elvett, a házat, a hotelt. Téged? És miért ide jöttél? Mi dolgod van neked itt? John akarta. A műhely miatt is. Akkor ezzel vége. Ünnepélyesen lezártátok a dolgot ezzellel. Nála ki tudja. És ha veled is csinál valamit? Ha? Neki már az is elég indok, hogy a testvérem vagy. Velem nem csinál senki semmit. Pontosabban, amit csinálnak, annak semmi köze hozzád sem. Most elmész? Nem hagyhatsz itt engem! De talán nem hagytál ott engem ezzel miatt. De mondom, az egész egy átverés volt. Pont erre ment ki a játék, hogy te is elhagyj. Mondjuk, hogy játszott. És akkor te vele? Ne menj el, bár! Kérlek! Rajtad kívül senki sem maradt. Ha most te is elmész... Mi lesz, ha én is elmegyek? Minden jó teljesen. Megteszem! Ha te is elhagysz, esküszöm, most tényleg megteszem már! Mit teszel meg?
Mit teszel meg, Eysen? Megölöm magamat. Nem etetsz meg ezzel. Várjunk csak. Mi az, hogy most tényleg? Ha? Csináltál magaddal valamit, Eysen? Csak próbáltam, de nem sikerült. Még időben megtaláltak. Micsoda? Te öngyilkos akartál lenni? Eysen, miért kell ezt? Mondd meg, ha? Mit érsz vele, ha meghalsz? Ja, Istenem. Miért? Miért tette Bahar? Én soha semmivel nem ártottam neki. Csak az a bűnöm, hogy beleszerettem. Miért? 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 Na, jól van. Valamit el kell mondanom. Figyelj rám! Szedd már össze magad! Ezzel valójában... Bahar! Hadd pihenjen a nővéred, látod, hogy teljesen kimerült. Hagyd aludni egy kicsit, jó? Majd később még beszéltek. Gyere! Gyere, szívem! Meliha néni, tetszett látni, hogy mit tett. Muszáj elmondanom. Előbb beszéld meg Ömerrel. Nem, ezzel én nem fogok várni, tessék! Meliha néni, én ismerem Eysent. Tényleg képes ártani magának. Csak előbb szólj Ömernek. Nem érdekel Ömer, nem szólok. Ezt már nem ő dönti el. Jól van. Akkor mondd el. Mondd el, igazad van, tudja csak meg. Legyen vége ennek a titkolózásnak, jó? De Ömernek így is szólnod kell, legalább hadd tudja meg, hogy erre készülsz. Meliha néni, kérem. Én egyáltalán hol van most, mi? Nem várok. Nem játszom a nővérem életével. Tudnia kell. És meg is tudja. Érezd meg a kockát! Megnyered a játszmát. Direkt fel akarsz idegesíteni? Ha hagyod. Látod, ezért nyerek mindig. Te hisztizel, én meg nyugodt vagyok. Na jó. Folytatom, ahonnan kiszállt, jó? Mm-hmm. Hadd kérdezzek valamit. Még Cipruson azt a partit. Ha úgy vesszük, te nyerted meg. Hm? Elbuktál ugyan néhány milliót. De többet kaptál cserébe. Még az a hitelt intéző figura is a te embered volt, mi? Így nézve elenyésző volt a veszteség. Igaz? Hm? Jól csináltad. Remekül kifundáltad. A pénz pedig már bőven megtérült, ugye? Tudod, mit mondott nekem Ömer? Honnan is tudnád? Hiszen egyszer sem mentél be hozzá. Azt mondta, mindegyik arcán látni fogod a megbánást. Te Csengiz, én soha. Ugyanis Csengiz eredendően gonosz. Ő a fekete bárány. És megkért... Ha megtalállak, ezt mondjam a szemedbe. Nem játszunk. Ez minden. Még azt is mondta, hogy hálás neked. Miért? Mert felnevelte. Úgy bánt vele, mint a saját gyerekével. Vigyázott a fiamra, amíg én nem voltam. Eysen mondta el. Ömer mondta el.
ezt, és mikor? Hogy beszéltél te vele, és... Egyáltalán ember ezt honnan tudta? Eysen ezért nem akart másik gyereket. Illetve akart ő, talán most is szeretne. Csak nem egy olyan gyereket, aki tőled van. Ne ugrálj, még felfigyelnek rád a rendőrök. Honnan ismertette Ömert? Mi között van hozzá? Ne titkold előlem. Majd megtudod. A legvégén mindent érteni fogsz. Egyelőre legyen annyi elég, Cengiz, hogy amit elloptál, az utolsó fillérig visszaadod. Ki vagy te? Majd azt is megtudod. Amint a játéknak vége van. Mi között van Ömerhez? Ha az egész csak a pénzről szólt, mi a francot foglalkozol Ömerrel? Mit érdekel, hogy én mit tettem vele? Erre is fény derül majd. És mit akarsz a családjától? Őket előtte nem ismerted. Most mégis törődsz velük. Nem törődöm én senkivel. Őket is csak kihasználom, mint mindenki mást. Nálad ezt így szokás? Áruld el nekem, tegnap miért rögtön hozzájuk rohantál? Mikor mondtam, hogy a szeretteidhez fuss? Nekem itt senki sem fontos, Cengiz. Senki. Akkor ezek szerint feleslegesen intézkedtem. Lerobbant a kocsim itt nem messze. Tudnál segíteni? Hát, ha be lehet tolni. Persze. Mennyire itt a közelben? Körülbelül. Itt rögtön a sarkon. Fél percre. Csak sietek. Jössz akkor? Ne menj. Jól van, menjünk akkor. Jössz, örök hálám. Nem azt mondtad, hogy neked ő olyan, mint a testvéred? Az lehet. De valójában soha nem szerettem őt. És ha most két percen belül nem hívom fel... Cengiz. Már nem mindegy. Nem úgy volt, hogy senki nem fontos? Vagy akkor mégis? Miért érdekelnek? Jó, hagyjuk. Már úgyis csak egy perc maradt. Cengiz. Mi a kapcsolat Ömer és Ramiz között? Utána pedig elmondod te, hogy kerültél a képbe, jó? Bocs, nem figyeltem, már elkezdted? Jó, elmondom. Hívd és elmondom. Hagyd a kölyköt.
ez itt marad. Inkább fogok egy taxit, hogy beérjek. Köszi. Nagyon szívesen. És sajnálom. Akkor este várlak szeretettel. Ja, tegyél meg nekem egy aprócska szívességet. A fiamat is hozd magaddal. Hiába nézel, most effó, nem megyek haza. Nem is mondtam, tudom, hogy maradni fogsz. Eszembe jutott. Megint. Hogy milyen szuper terveink voltak, hallod? Várnába megyünk, és ott nyitunk kaszinót. Bárral meg majdnem vidékre költöztem. Párszor magunkra haragítottuk a világot. De ha hagynak veled, le is győztük volna. Elhiheted. Aztán én majdnem lelőttelek. Majdnem. Azon is túl vagyunk. Spondját rá. Elmúlt. Teffó! Nekem ez már csak jutalomjáték. Márhogy élek. Úgyhogy megkérnélek valamire. Ha úgy alakul, többé ne ments meg. Figyelj, Ali. Te Ömer miatt jöttél vissza a halálból. Én meg miattad. Szóval bocs, de abban nem fogok segíteni, hogy meghaj. Fogd már fel, hogy engem már nem érdekel ez a tetves élet. Éltem épp eleget. Csak az érdekel, hogy becsülettel mehessek el, hogy valahogy megbocsássák, amit eddig tettem. Ali, ezzel sosem fog megbocsátani. Ömer viszont igen. Jó, őt akkor én nem ismerem, Ali. Vagy az egy másik Ömer. Nem pedig az a srác, akiről eddig beszéltél. Egy olyan ember, akiben ezek szerint nincs semmi büszkeség. Nem mondd, hogy te megbocsátanál annak, aki tönkretette az életedet. Felejtsd el az egészet. Teffó, ha mondjuk a húgod hirtelen felbukkanna, ha nem halt volna meg, nem tennél meg azért mindent, hogy megbocsásson neked? Bármi, Teffó. Nyilván, hogyha valaki nem akar, nem bocsát meg. Mindenkinek szíve joga eldönteni. De ettől még a vétkes harcolhat a bocsánatért. Őt hogyan oldjuk meg? Hallom-e, és hát jól van. Lassan tényleg eldönthetnéd, hogy eltüntetni vagy megmenteni akarod ezeket az embereket, öcsém. Mert ennek a tiritoli játéknak semmi értelme. Ez a döntés most végképp nem egyszerű. Miért nem egyszerű? Öreg. Ha? Amikor te megtudtad, hogy van egy lányod, az mennyire változtatod meg? Hát, hogy mondjam ezt neked? Mintha elvágták volna a gyökereimet, öcsi. Nem dőltem ugyan ki. De erősen nyikorgott minden. Bizonytalan lettem. És amikor évek után újra láttad a lányodat, nem érezted őt nagyon idegennek? Nehéz elmondani annak, aki nem érte meg, vagy nem is lehet. Kiszáradt. Megfonnyadta. De az a gyerek ráébresztett arra, hogy igenis vagyok. Új életet öntött belém. Nem lehet elmondani annak, aki nem tudja, egy gyerek mindent megváltoztat. Ide jöttünk. Oda, két házzal lejjebb. Faruktosz. Ő fog várni. Mi a története? A története?
Két évvel ezelőtt ez a fickó és az üzlet társa elmentek Bukarestbe egy expóra. Amikor meglett az üzlet, annak rendje és módja szerint megünnepelték. Másnap reggel aztán, amikor Faruk bekopogtatott a társa ajtaján, az nem nyitott neki ajtó. A szálloda recepciósával bejutottak, de a fickót holtan találták az ágyán. Az újságok rövidre szabták a sztorit, annyit írtak, hogy egy perverz orgia után szívrohamban meghalt. Az emberünk is azóta ehhez tartja magát érthető módon. Magához vette a társa gyermekeit, és mint jóságos angyal tengeti a napjait. Mert a valóságban lefizette az ottani szerveket, a szállodát, a rendőröket, az orvosokat, mindenkit. Noha a társa tényleg az ágyában halt meg, az kimaradt a jelentésekből, hogy két golyó volt a mellkasában és egy a fejében. A jó barát nem akart osztozni. Abból az egyetlen üzletből milliós vagyonra tett szert. Mindenki mást kizárt belőle, ahogy az igazságot is a történetből. Szóval, hogy akarod meggyőzni? Egyszerűen. Elmondom neki ugyanezeket. Ezek után két lehetősége van, Faruk. Ugye nem baj? Vagy itt és most. Mindenki, a felesége, a társa fia meghallja ezt a történetet. Akkor kinyíratlak. Vagy pedig válaszol nekem egy nagyon egyszerű kérdésre. És hip-hop, én itt se voltam. Mi legyen? Mit választ? Mit akar kérdezni? Hogy jutott el a fickóhoz? Aki tisztára mosta. Ébredj, Ali. Kelj fel! Akarsz még nekem segíteni? Ja, igen, persze. Azt a bérgyilkost akarjátok elintézni, ugye? Követitek? Vagy meg is találtátok már az öreggel? Megvan? Jaj, drága barátom, akkor csak mondd a címet és pihenj le. Innen én intézem a dolgot, bízz bennem. Inkább téged kérdezlek, te fik. Akarsz nekem segíteni? Ha úgy érzed, képes vagy rá, te ölöd meg Camille gyilkosát. Ali bátyám, menj már. Menj. A téren van egy fényképész. Csináltass nála egy igazolványképet. És add neki oda ezt. Aztán? A fényképész el fogja juttatni az emberünkhöz. Addig átmész a szemközti pénzváltóhoz. Ott kapsz majd egy borítékot, amit elteszel. Aztán nem csinálsz semmit, csak ülsz és vársz. Mire? Hogy a gyilkos oda menjen, és megölje ezt az embert. Aki egyszer igazságtalanul cselekedett, nagyon igyekszik, hogy többé ne legyen senkivel igazságtalan. Egészen addig, amíg ha akar, sem tud már egyetlen embernek sem ártani. Ó, állom, bocsáss meg neki, könyörülj rajta, s menj meg őt! Irgalmazd neki, s tedd az ő helyét megbecsült és bemenetét szélessé! Mozdasd meg őt vízzel, hóval, s jégesővel, tisztítsd meg a bűneitől, ahogyan megtisztítottad a fehér ruhát a szennyeződéstől, s az evilági lakhelyhelyet adj neki jobbat, s az evilági háznépe helyet adj neki jobbat, s az evilági felesége helyet adj neki jobbat! Léptesd be a paradicsomba, s mentsd meg a sír büntetésétől és a tűz büntetésétől.
közel! Légy szíves, gyere oda! És mégis mit mondjak nekik, Shebnem? Az, hogy azért mentettem meg Camille életét, hogy utána én magam vegyem el tőle. Ezt mondjam. Nem, nem mondj semmit. Nem kell semmit mondanod. Csak gyászold a többiekkel. Ennyi. Én már nem tudok gyászolni. Kiveszed belőlem ez is, mint annyi minden más. Hiába Camille fekszik ott. Ez nem igaz. Elég jól ismerlek már. Azért mondod, mert szomorú vagy. Shebnem, értsd már meg. Én itt már nem az áldozat vagyok, hanem ugyanolyan bűnöző. Ugyanolyan gyilkos, mint aki Camille-t is megölték. Nézd meg azt! Az én művem! A szentség itt. Öngyilkos akart lenni. Van ez így? Mondom, a nővérem majdnem meghalt, és nyilván miattad ezzel. És te miattad is, Bahar. Miatta? Miért? Te sem mondtad meg, hogy ki vagyok. Mert megbíztam benned. Te, én bennem? Mégis mióta? Szerintem meg inkább azért nem mondtad el, mert félsz, hogy ha Esen megtudja, újra velem lenne, te meg rágnád a kefét. Szemét! Rohadék, majdnem megölted a nővéremet, nem fogod fel! Ki vagy te? Mi a fene vagy te? Miért nem te nők lesz meg? Ne aggódj, Bahar. Vele már nincs több dolga. Te ostoba barom! Nem látod, hogy Esen szerelmes beléd? Mit gondolsz, miért a sírodnál akart meghalni? Az Ömer volt! Ömer vagy ezzel, nem teljesen mindegy! Mindent ott hagyod, hogy veled legyen. Veled! Bízott benned! Én is bíztam benne. És most is bízol. Mert még mindig ugyanolyan szerelmes vagy Elsámba. Nem vagyok! Nem vagyok! Majdnem megölted azt is, akit a legjobban szeretsz az életben. Én nem szeretem őt! Egy olyan embert sem ismerek, akik úgy szeretnék egymást, mint ti. Nem igaz, hogy ezt nem látod ezzel. Miért hazudsz magadnak? Többet ennek nem ülök fel. Senkit nem akarok szeretni, senkinek nem akarok hinni. Miért tenném, hogy még egyszer átéljem ugyanazt? Erre nekem nincs semmi szükségem, Bahar. Nem fogok szeretni, nem akarok már, és nem is tudok, nem tudok. Te most ezeket Elsem miatt mondod? A fiamról beszélek. John. Az én fiam. John? Istenem. John, a te... És őt sem szeretetem. Mert ő is el fog menni. Elveszítem majd. Ahogy eddig mindent, amit szerettem, mindent, érted már? Nem akarom, hogy a fiam legyen. Mert ha őt elveszik, abba belehalok. Mit fogsz tenni? Azt, amit most teszek. Semmit sem fogok érezni. Sem pedig szeretni. Senkit. Ezzel. Ma elmentem a kórházba. Nem érdekel. Újra elkezdem a kezeléseket. Nem akarom tudni, Bahar, nincs semmi közöm hozzá. Alival fogok menni. Bár az orvos azt mondta, lehet, hogy már későn mentem vissza, de én azért nekivágok ennek a dolognak. Nézz rám, légy szíves! Mindketten nehéz dolgokon megyünk keresztül. Bőven volt arra okunk, hogy ne mondjuk egymásnak, hogy minden rendben lesz. Hát én most ezt mondom, minden rendben lesz. Élni fogok, megtalálom a módját.
Hiszel nekem, ugye? Tényleg meggyógyulok, igaz? Mondd, hogy minden rendben lesz. Minden rendben lesz. És ez rád is vonatkozik. Te is rendben leszel. Te is megtalálod a módját, hogy megint boldog legyél, csak higgy benne. Elhiszed ezt, ugye? Bár... Nem fogod elveszíteni a szeretteidet. Neked is újra össze fog állni az életed, és nagyon boldog leszel. Minden rendbe fog jönni ezzel. Csak higgy benne ezzel. A bosszú, az igazságtalanság, a gonoszság mind véget ért. De ehhez az kell, hogy te se akar senkinek rosszat. Hogy ne bántsd a nőt, akit szeret. És meglátod, újra szép lesz mindkettőtök élete. Mikor? Hogy lesz ez szép? Valahogy ennek is megtalálod majd a módját.